18 nyílt és közel ugyanennyi zárt napirendi pontot tárgyaltak csütörtökön a szekszárdi közgyűlés tagjai. Elsőként átalakítottak három bizottságot, azokból ugyanis korábban visszahívták a külsős tagokat. A mostani döntés értelmében a pénzügyi bizottságot Máté Péter vezeti. Tagok lettek Móra Viktória, Bomba Gábor és Gulyás Róbert. A gazdasági bizottság élére az Éjjel-Szekszárd frakció vezetőjét választották. Mellette helyet kapott még Rácz Zoltán, Máté Péter és Gréci Félegyházi Gyöngyvér. Utóbbi egyben a szociális grémium elnöke is lett. Mellette Szollár Zoltán, Rácz Zoltán, Kővári László és Főfai Klára kerültek még be. Egyhangulag fogadták el a képviselők a személycseréket. A napi rendek között szerepelt egy emelőkosaras teherautó beszerzése is. Ezt a zöld brigád munkatársai használnák gajazási munkákra. Azokat a problémákat tudnánk, illetve tudjuk kezelni, amik ugye lakótelepeken, vezetékek környezetébe is megoldást jelentene. Egyéb esetben ezekhez a munkákhoz már 30 ezer forintos óradíjjal tudunk csak eszközt igényelni. A beszerzésre azért van szükség, mert a városban idén átfogó vizsgálat indult, aminek a célja a veszélyes fák visszametszése. A kezdeményezés Máté Péter ötlete volt. Ő most azt javasolta, engedélyezzék a valamivel több mint 10 millió forintos beszerzést, hiszen csak március végéig a bérleti díj közel 5 millió forint költséget eredményezett a városnak. Én azt javaslom, hogy a közgyűlés arról döntsön, hogy az igazgatóság vezető asszony felel a adatok valóságáért, mert valószínű ő látta és ezt ő intézte az ügyletet. Mi arról döntünk, hogy jóvá hagyjuk az ügyletet, hogy ennyi pénzt elköcsön, de az állapotért, a kivitelért, a használatosságért azért ő felelős, nem a közgyűlés. A kormánypárti javaslatot az Éjjel-Szekszárd tagjai is támogatták. Teremtsük meg az előirányzatnak az átcsoportosítását, és akkor ezen kereten belül akkor a főkertész asszony, ha akar, akkor vesz igénybe műszaki szakértőt, ha nem, vagy nagy cégnél, akkor nem. Tehát a közgyűlés a keretről döntsön, megveheti az autót, és ő választja ki. Köszönöm. A képviselők végül így is szavaztak, vagyis Máté Péter javaslatára elindulhat a 10 millió forintos jármű beszerzése.